Ha túl sok a clickbait, és kevés a tartalom, s a mosoly helyen, ha krincsül az arcodon, hát gyertek gyorsan, srákok, hisz van egy jó hírem. Krincselhetünk egy Üdvözlök mindenkit a Cringebait Podcast immáron 22. epizódjában, azt hiszem, wow, micsoda sok epizódot csinálunk, azt a betyár mindenit, hogy egy csomó idő kimaradt egyébként, azért, mert Bálna nem volt a barátom, mert összevesztünk egyébként, az Ad Revenue-n, abban a videóban, amit közösen csináltunk. Minden videónk demonetizálva van, Bandi, miről beszélsz? Hát, ezt mondod te, teljesen mindegy. Szóval, van egy SoundCloudunk, tudjátok ott is hallgatni, van egy e-mail címünk, amin tudtok nekünk témajavaslatokat küldeni, és most is megtettük azt, hogy van itt egy nagyon fasza nézői témajavaslat kec, szóval meg tudjátok ott tenni ezeket a dolgokat. Úristen, én be sem mutatkoztam, sziasztok, én Bandi vagyok, azaz The Raven Croaks, ennek a podcastnak az egyik hostja, és itt van velem kedves co-host barátom, Benszület Bálna. Szevasz Bálna, örülök, hogy kibékültünk. Ja, hát én is, hogyha tényleg összevesztünk. Nem tudtam, hogy a pénz neked ilyen sokat számít. Nekem csak az számít, geci. Mit szólsz? Nem tudom, hát jó, oké, akkor most így fog hozzáállni én is. De egyébként boldog új évet ja, mindenkinek. Fúj, tényleg. Itt, ezúton is. De ja, mindenkire hideg van, szokás szerint. Már itthon, stokiban, nagy ablak. Reggel egyébként rózsaszín volt az ég, úgyhogy ilyenek miatt néha megér itt lakni. Mindig az időjárás. De valami Ajtner szilárd fét is ez van, baszigált. Úristen, és már a vendégünk, az le is lőtte a kilétét, aki ismeri ennek az embernek a hangját. Itt van velünk José, üdvözlünk a podcastban. Yeah. Szevasztok, hello srácok, hello, szevasztok. Úristen, mesélj magadról valamit, ki vagy, hát honnan sziasztok, jöttél, mit csinálsz? Sziasztok, hello, Persely atya vagyok, egy internetes influencer, hello, sziasztok. Pénzeket gyűjtök be mindenféle dolgokkal, meg ilyesmi, hello. Geci, az mennyire deep már ember. Azt a kurva. Wow. Nagyon durva. Hát én nem is tudom, hogy hogyan kezdjünk ehhez az egészhez hozzá. Hát Zsozi, hogy elfogadtad azt a kicsi pénzt? Mindig olyan kellemetlenek. Ezek a beszélgetések mindig olyan kellemetlenek, bazd, mert tudod, mindig elszokt ilyen a torkozást, mint a Titan Live-ba, hogy úr, régóta nézlek titiket, meg ilyenek, mert amúgy... Egyébként ez most igaz. Pont beszélgettünk előtte, hogy a rantrészt én egy kicsit hiányolom, mert ilyen bulvár geci vagyok, szóval én szeretem az ilyen dolgokat. Nézegettem meg, hallgatom mindig, általában kodozok, vagy valamit csinálok, hogy van egy kis szabadidom, akkor meg szoktam hallgatni, hogy mi a gyász csináltok, meg miről van szó. Van, amit bepörgetek, mert az pont nem annyira érdekel, de általában az ilyen botrányosabb, vagy véleménykifejtősebb sztorik, azok nice. mindig a kedvencei. Úgyhogy nézegetlek titeket, pont most beszéltünk, hogy a spanoddal találkoztam a Tesco-ba, csak egy kicsit furcsa volt, én a másik oldalon voltam, nem mentem oda, hogy te nem a Bandi idéje vagy, meg de levágtam a srácot, hogy ki jöjjön, mert volt egy zenétek, amit nyomtatok, úgyhogy ja, ja, ez a zaklatás az rossz. Meg az hát meg 100 millió forintos árazásba is megegyeztünk. Úgyhogy... Hát igen, egyébként. Hát igen. Az volt az, amit majd Bálna, majd odaadom a részem. Igen. Ja. Ja, jó, persze. Ez szokott történni mindig. Én fizetek, Bandi meg csak hallgat. Hát ez így van. És milyen az élet. Elveszünk az élet. Élet. Nagyon jó az élet. Az élet jó. Úristen, akkor csapjunk a lecsóba, bazd meg. Ha? Mit szóltak hát, hozzá? Mehet. Olyan rohadt energikus vagyok, itt van előttem egy sör, egy fél hidegkomlós. Nem is értem sör? Mi van? Reggel 10 van. Amúgy igen. Mi van? Semmi. Mármint, de ezt este veszük fel, nem srácok, ugye? Kacsint. Hát persze, igen. Ó, geci. Egyébként még egyet akartam kérdezni, hogy Zsozi, akkor neked nem idegen az igaz, hogy az is formátum? Nem, hát én nem. Jó, meg készültem. Meg készültem, hogy éjjeli vakon, meg mit tudod. Jaj, igen. Jó, oké, akkor mindent tudsz, király. Jaj. Istenem, hogy fogjuk kibírni ezt a részt? Jó,
van. Van nekünk témánk, képzeld el, bazd meg, van témánk. Az a témánk, hogy beszélgessünk a magyar trash élményről, van jövője, kik nézik, videóinfó 1, stb. Ilyenek. Tehát szerintem itt Bálna arra gondolt, hogy szex. Bálna, mondd el, mire gondoltál. Hát egyébként most a trash vonalat érinti egy ilyen téma, nagyon erotikus és füllett. Igaz, hogy nem biztos, hogy jó kapura játszanak, nem, mondjuk a mai világban nincs olyan jó kapu, úgyhogy inkább hát két nem, kapura. Csak kapuk vannak, geci. Igen, kapuk vannak, baszik. Lehet néha becsöngetsz. Egyébként azt mondják, a puding próbálja az evés, szóval lehet, hogy ő csinálja jól, lehet, hogy mi vagyunk a rossz oldalon. De egyébként én imádom a trash-t, én nagyon szeretem, vannak kedvenceim is. Most egy kicsit elbizonytalanodtam ez a torkozós dolog után, de például Titán az egyik, akit én követek. Nem tudom, a Videóinfo 1-es Fater is egyébként egy tök aranyos, tök jó fej, meg minden. Kicsit azt hiszem, hogy egy mém. Olyan, mint egy hogy mondjam nektek, hogy szépen mondjam, baszik, hogy ne sértődjön. Rövid élete van. Rövid élete, mint egy kurva. Ah. Tehát, hogy megnézed és elhajítod, és ennyi baszd meg, kivandogva a kukába. Igen. Sajnálom is ez miatt egyébként egy kicsit, mert a sok fiatal oda ment, tudod, és ő meg tetoválás is jött, meg jó Isten gyerek, minden. De amúgy nagyon meg van répelve ez a mém egyébként, abszolút. Tehát, hogyha van mémnek szavatossági ideje, az már kurva régóta lejárt ennél. Igen, a videóinfónél. Kicsit azt hiszem, hogy egy naív fater, és kicsit át lett baszva. Vagy én a helyében ezt érezném, mert mindenki eltűnt, ahogy láttam. Hát ez a csatorna, a migrálás, vagy mi az Isten, ez egy, ezt volt? Pont néztem, ez egy nagyon pánikba esett, egy kétségbe esett húzás tőle. Nem segít neki senki szerintem, csak úgy egyedül gondolkodik. Le akarják szegény, karmolni. Ja, meg idegeskedik, tudod, hogy úristen, most mi legyen, bazzik, nem, lenyúlják a kest, meg mit tudom én. De pont ez a baj, mert ez így kívülről ez jön le, hogy nem tudom, hogy mennyire aggódik azért, hogy az a fajta ilyen jelenség, amit ő megteremtett, az mennyire intakt, hogy mennyire érinthetetlen, de szerintem sajnos egyre kevésbé jön át az, ami miatt az egész dolog elindult, és hogy mint egy mém is így lejár a szavatossága. Hiába írja már a videó címébe is, hogy Toás J nélkül. Már nem üt. Már nem. Nem. Hát persze, ez így van. Egyébként ez mindenre igaz. Tehát a megújulás az mondjuk a nekem is kurva nehéz, sőt nem is sikerül általában. De tényleg olyan, hogy az egy nagyon nehéz dolog. Pláne úgy, hogy valaki belekerül, és hatalmas tömegek egyből. Tehát ennek egy folyamata van szerintem. Mert most elkezdesz videózni, hogyha egyből sokat néznek, akkor beszarsz. Tehát, hogy érted? Nem tudod kezelni a helyzetet, rossz döntéseket hozol. Kicsit olyan, mint aki nyomás alatt van, és egyből valami jót akar csinálni, mert hogy úristen, tőlem ezt elvárják. Valami ilyesmi lehet. De egyébként minden évben van ilyen mém. Nem? Ja, persze. Szóval minden ami így felfut, mint a videóinfo. Csak ők nekik nincs tetoválás a készfejüket. Úgyhogy ez miatt sajnálom egy kicsit. Az eléggé ilyen, nem tudom, ilyen desperate move volt az öreg. Hát igen, akkor rá mindenki látta, hogy tetoválás, akkor így lesütötted a szemed. Bazdmeg, tudod, hogy nem biztos, hogy kellett volna, nem rosszból, meg tényleg nem akarom bántani az öreget, mert ők aranyos, meg minden. Nekem is van egyébként kártyám tőle, hogy aláírta, meg minden. De geci, amúgy addig volt jó ugye ez a buli, ameddig autentikus volt, most meg már ugye egy ilyen erőltetett. Én is azt szerettem, amikor a rózsaszín falon retkes volt a kapcsoló, érted? Az úgy megadta a savaborsát, de azt mondja, letisztul stúdió, meg ilyenek, ez már annyira nem. De mondom, én semmi rosszat, és tényleg nagyon sajnálom az öreget, mert ő nagyon, nagyon beleélte magát, és most ott áll, hogy kétségbe esett, hogy most mit csinál rosszul. Közben ő nem csinál semmit rosszul, azért csak egyszerűen az emberek tényleg úgy bánnak ezekkel az emberekkel, akár videósokkal, nem mintha lenne valami kötelezettség, szóval ez megint egy rossz megközelítés, tehát megnézik, megunják, és csá. Ja. De szerintetek tudott volna kezdeni valamit ezzel a hirtelen kapott hírnével, amit a Dancsó? Hát szerintem brandet építeni abszolút nem kellett volna erre, mert ugye ez volt, hogy mindenki rá mart, de gyakorlatilag mint egy keselyű, ugye a videósbolt is leszerződött vele, stb. Most nem akarom sárral dobálni a videósboltot, vagy bármi, csak szerintem egy mémre, ráadásul egy ilyen rövid szavatosság idejű mémre, brandet építeni szerintem kibaszottul nagy butaság volt. Hát egyébként most magamról, vagy bárkiről beszélek, aki az interneten tevékenykedik, abban mindenki egy üzleti potenciált lát. Tehát én is találkozom olyan, tehát 10 megkeresésből olyan, tehát most 9 az arról szól, hogy ők pénzt akarnak keresni. 9, hát mondjuk 100-ból 99, érted? Amivel nincs baj, mert hát ez ilyen a világ, bazzik, hát fogyasztói társadalom, ennyi. Nem tudsz vele mit csinálni. Ez egy ilyen buli, úgyhogy
Hát nem tudom, mi lesz az öreggel. Remélem, hogy sikerül neki, amit szerette, meg ilyenek, tényleg azt kívánom, mert nagyon beleértem. Hát szerintem magát. Itt most elvegetál majd egy pár igen, hónapig, igen. Aztán igen. Vagy abba hagyja. De hát mi volt ez a Bözsi néni kakasos, meg mit tudom. Ugyanaz. Én, ezek is mentek egy félig, mindenki azt mondta, azok is utána teljesen eltűntek nullára. Tehát meg az izé volt még, az a Zsanett a szökőkútnál, még az volt. Ja, igen. Az meg amúgy múltkor valahogy eszembe jutott, hogy feldobta a YouTube, az te vagy bazd meg a izé, a top komment alatt a geci. Ne szopasd tényleg. De te vagy a top komment, tehát mondom, mi a faszom, mit tudod? Mit írtam oda, mi sem. Várjál, bazd meg. Geci. Nem is vágtam. Valamit kommenteltem, arra emlékszem. De még azt hiszem, Nosika is van alatt, várjál. És utána következik? Itt van Zsozi atya. Nagyon tetszesz nekem, Zsanett. PLS. Zsanett, legyél már PLS, mert tetszesz. Igaz, nekem nincs ennyi vér a pucában. Pacsi a piros pólósnak, ezt írtad. Csak most az így eszembe jut a Top Topic gyanánt. Ha már trash-re beszélünk. Szóval ezek a mémek szerintem ilyenek, sajnos. És ez de mondjuk, pont azért ugranak rá egyből szerintem a Zoli bácsi pedig azt hitte, hogy most... Én is azt hittem, mert volt az első videómat főtettem, megnézték 10 000-re, mondom, hanyat dőlök, geci, most ott az internet császára, érted? Szóval az első videó az ilyen. És valahogy őnála is ez lehetett szerintem, aztán most meg sajnos nem nézik sokan. Én sajnálom egyébként. Igaz, hogy megmondom őszintén, hogy az első 2-3 videó után már nem tudtam úgy élvezni én sem. Szerintem amúgy leginkább... Szék ne lecsegne, meg mit tudom én, egy-két poén, ja, utána már olyan, mintha mit tudom én, visszapörgeted és újra néz. Ja. Amikor már ő mondja, amikor már tudod, így érzed rajta, hogy csak azért mondja, mert hogy a embereknek ezt tetszik. Tudod, ez a... Nem tudsz ismételni állandóan bazeg egy mémet, hogy jaj, recseg a székem, geci. Hát most hány alkalommal lesz vicces az, hogy elmondom azt, hogy recseg a székem, ember. De hozzáteszem, egyébként a megújulás tényleg az egyik legnehezebb. Tehát az nagyon nehéz. Hát, én elmondom, hogy lehetne megjavítani. Őt kéne a Fanta elnöki főnökségbe belerakni. Hagyni, hogy go nuts, Zoli bácsi. Én úgy kajak. Flexelni Fantát ketté, geci. Ennyi. Nem, mert még amúgy hagyni kellene neki, hogy csinálja izét a bohózatokat, amiket így mondta, hogy akar csinálni, meg ilyenek. Ilyen kis stand-upokat, vagy ilyen sketcheket. Hát, bizonyám, nem kéne ennyire bekorlátozni az öreget, hogy csak a főzés, meg a főzés. Hát igen. Pedig ő most kétségben van esve egyébként, mint egy űzött vad. Kapkod, de ez csak legyen valami, úgyhogy igen. Ja. Hogyne, persze. De raki sok videót egyébként, ugye? Ahogy én néztem. Folyamatosan pakolja fel. Ja. Hát, de én nem is tudom az új csatornát. Aha. Hát kötőjele egy most már. Igen. Így van. Én azt annyira nem is láttam. Csak azt ránéztem, hogy nem sokan nézték akkor. Hát 24 ezer ember iratkozott fel a 100 akárhány ezerből. Mondjuk az antiviccesség királyának, Dancsó Péternek is sok köze van ahhoz szerintem, hogy meghalt kicsit ez a mém. De ez az én szubjektív véleményem. Hát amikor mi streamelünk, vagy most nem tudom miért skizofrén vagyok, ketten vagyunk, szóval amikor streamelek és berédelek valakit, ez ugyanolyan. Tehát, hogy oda küldöm a nézőimet, és vagyunk mondjuk 2000-en, akkor előtte mindig írok egy kommentet neki, hogy figyelj, most ne sokkolódj, mert sok ember fog érkezni. Szerintem nála is valami ilyesmi történhetett. Ja. Hogy úristen, és ja. Utána jöttek, azon röhögtem, most nem, ez se rossz indulva, mondom, geci, de leült egy 10 perces videót megnézni Zoli bátyjánál, és az 40 perc volt, geci, mert 30 perc a reklámot. Megtudtál mindent, hogy milyen óvszert használj, milyen melegszert. Hát, volt vagy 30 darab reklám, geci, úgyhogy egy egész estés 10 perces videó volt. Az biztos, és közben korrepentálás kaptál a telesobból. Rengeteg midrollad volt rajta, baszként, borzasztó. Ja, nagyon, de egy percenként. Elkezdték milkelni a dolgot. Na, egyébként azt is akarom tőletek így kérdezni, így a magyar trash élményről, mert hát most talán 2019-ben ez volt a legkiemelkedőbb, de hogy engem tényleg érdekel, mert Zsozi, te is mondtad meg Bandiról, és tudom, hogy viszonylag gyakran néztek ilyen tartalmakat, hogy egyszer arra az ilyen következésre jutottam, hogy ez igazából az a része YouTube-nak, ami szórakoztató. Igen, a magyar YouTube-on, igen. Ma, mert hogy így másban olyan nem találjuk ezt meg, és amikor felfedezünk egy-egy ilyen kis csatornát, és azért te is szoktam látni, hogy néha felfedezel valamit, vagy küldenek a nézők, és akkor így úgymond így emiatt többen megismerik, vagy többen felfedezik. Nem félsz például attól, hogy mondjuk negatív, mit tudom én, irányba megy el, hogy elkezdik mondjuk trollkodni, mondjuk a Szultára gondolok, meg hasonló ilyen szereplőkre. Hát ez igazából elkerülhetetlen, de én azt gondolom, hogy
ha mondjuk megnézed a Szultánt, aki először, elsőre, én is megláttam, hogy úristen, mi a fasz van ezzel az emberre, aztán pedig olyan, mint egy gyerek, tehát tök aranyos, és ezért kedves akarsz lenni. Nekem van elszultános pólóm egyébként, csak mondom. És például a Szultán is egy ilyen, hogy az a baj, hogy az emberek a tömegből nem lehet kiszűrni azt, hogy ki fog trollkodni, ki nem, de többségében, akik velem együtt mozognak úgy szorosabban, tehát nem csak betévednek a streamre, én is imádom a trash-t, ők is szeretik, és azért hatással lehet lenni az emberekre, hogy most ne bántsátok, ne basztassátok, ilyesmi. Igen. Most a Szultán alatt megnézed a videókat, ott is van olyan, aki a többsége az arról szól, hogy de aranyos, hogy de ügyes vagy, úristen, mit tud az új, van az a seprűtartós izében, azért az, hogy kiégtem. Seprűtartó challenge meg, iszappakolás challenge meg, olyanok vannak, geci, hogy már hihetetlen. Szóval egy aranyos jelenség. És nem tudom, hát ettől nem tudok félni, mert a tömeget nem lehet irányítani azért meg. Valaki én is így gondolom amúgy, mert így kell kezelni, mert például itt válik el, hogyha mondjuk valaki erről véleményt mond, és valaki úgy fogja fel, hogy fú, hát te most jó kifiguráztad, meg jó bántottad, meg mit tudom. Ja, van ilyen egyébként, persze. Aki ez teljesen, hogy úristen, ez beteg, meg ilyen fasságokat ír. Ja. De hát most a negatív kritikát is csak úgy lehet kezelni, hogy leszarod egyébként. Hmm. Mert többségében a negatív kritika olyan, mint a falhoz vert lófasz, mondják, szar vagy, fos vagy, mély vagy, hülye. Band kurvanyát takarod, érted? Mert meghallgatod, hogyha egy értelmes komment van. Le van írva, hogy te pedig azért miért csinálod ezt ilyesmi. De hogy mondjam nektek, hogy ha sokan vannak, akkor egyszerűen már nem tudsz arra figyelni, hogy kinek nem tetszik, hanem ez annak készül, akinek tetszik. Kész. Uh-huh. És ennyi. Valahogy szóval nem csinálsz belőle morális kérdést. Á, lófasz. Volt, amikor nyilván, tehát az emberek vannak olyan lépései, ez ugyanolyan, mint mit tudom, hogy elmész a Tesco-ba, árut feltétlenül, vagy bármi. Tehát, hogy levered a polcot, azért vannak rossz húzások, ebből tapasztalatot nyersz, és ennyi, tovább mész, és kész. Ja. Úgy, de amúgy meg, nyilván ezt lehet egyébként, mit tudom én így, intelligensen is csinálni, abszolút, hogy ne legyen senki. Nyilván, hogyha te is úgy állsz egyébként hozzá, hogy egy toxikus szar vagy, akkor egyértelmű, hogy más is úgy fog ehhez hozzáállni, és akkor több sarat fog kapni a másik, de erre azért tényleg oda kell jobban figyelni, hogy fölöslegesen ne legyen senki basztatva. Szóval, ja. Nekem a kedvencem az VK. Igen. Nekem ő az ultimate, annó én nagyon szakadtam a milyen faszomat, az almalé meg a baracklé összehasonlítás, geci. Én nekem az a komédiás arany, bazd meg. Imádom, bazd meg. Az a legkirályom. Folyton törölni akarja a csatornáját, aztán meggondolja magát. De egyébként magát. Most van, vagy mi? Van. Csak most nem tudom, hogy most a Facebook és is van-e. És átment Facebookon streamelni, és azért. Ne szupas, tényleg? Ne, vagy vicceltem. Exkluzív szerződést azonnal. Ja, én is néztem őt egyébként, a kedvencem, valahol ott vesztem el, ahol ő eladja a gépet, és kiköltözik Amerikába. Tehát 200 ezerből kimegy Amerikába, és letelepedést. Igen, volt ilyen. 1800-as években telkekké fog szaladgálni, vagy nem tudom, hogy gondoltad, de voltak elképzelési. Hát az Amerika az mindig visszatérő álom. Igen? Aha. Tehát hát nekem azóta nincs meg. Azóta nincs meg, mert utána törölt a csatornát, eltűnt, aztán Facebook csoportokba ment. Igen. De én is, igen. De hát a főzelék, az tök főzelékes, az egy örök klasszikus. Alig várom, hogy egyszer anyám ugyanúgy benyisson, és megkérdezze, hogy a fasírt elég lesz-e meg gyerekek. Beraktam a fasírtot a kis kenyérrel. Bár csak úgy nyitta be olyan szeretettel, és ilyen kicsit ilyen börtönőri szigorra a geci, nem? És benyitott, és mondta, hogy a tök főzelék elég. De egyébként a VK meg úgy viselkedett, mint aki rányitott, mint aki recskázik. Aha. Összerándult, hogy hopp, baszik. Igen, ez egyből lőtte is lefele a streamet, Gessi. Ja. És akkor úgy be volt, összehúzódott az arca az idegtől, azt láttam. Jó volt egyébként, úgyhogy nekem a VK-zott elveszett. Volt egy kicsit egyébként mindenki ilyen időszakok vannak, mint amikor nézel mondjuk a Netflixen sorozatokat. Tényleg? Volnár Kiki, csókolózás, meg gumibaba baszás, meg mit tudom én. Budapest TV-t azt meg... Igen, az is egy odaver, igen. Úgyhogy ilyen időszakok vannak a trash fogyasztásban is szerintem. Hát hogy ne, ami megcsömölsz tőle, keresni kell valami újat, aztán meg megcsömölsz attól, és visszatérsz a régi bevált klasszikusokhoz egyébként. De szerintetek igaz az, hogyha egy trash-t mondjuk akár a Videóinfo vagy példában kiindul, vagy egy ilyen trash jellegű csatornát felfedeznek, mondjuk a Dancsó csinál belőle egy videót, akkor ha nagy hírnevet kap, akkor az
mindenképp el kell, hogy romoljon? Vagy az nem tud működni nagy nyilvánosság előtt? Én egyébként, amikor Zoli bácsit megláttam először, akkor ő is valahol ott van, de nekem szóval az ilyen aljasabb trash, az sokkal jobban tetszik. Valamilyen gyula, nem tudom, nem jut eszembe. Ilyen Mickey Eger kopaszodásos az űrge, és néz a kamerába, és látod, geci, hogy ott csont fekete, sötét van, érted? Geci. Olyan, ilyen kötőszavak között olyan hatásszünetet hagy, hogy a politikusok megirigylik, bazzeg. Tehát, hogy az ilyen mély, ilyen deep trash. Szóval, ha lehet a de trash... De az, aki leül kajálni, eszi a kaját, közben cigizik és beszél. Körülbelül ez a történet. Igen. Meg ilyen... Lehet vág. Tehát, hogy ilyen nagyon csirke, ól a háttérbe, érted, és akkor... Tehát az ilyen nagyon, nagyon autentikus cucc. De most, ha trash és trash között különbséget lehet tenni, akkor Zoli bácsi, a mainstream trash, ha van ilyen, akkor én... Ja, igen. Jó, de nekem nem a kedvencem, mondom én az ilyen aljasabbat bírom. Hát Bána talált egyet, nem tudom mennyire vágod, ez a Virág Laci. Ez az a csávó, nagyon-nagyon kevés videója van, és az a neve, hogy Virág László telepata, Isten vagy valami. Telepata. Igen, Isten, az is ott és van. És a csávó Istennek képzeli magát, és így megy a barátnőjével ilyen helyekre, tudod, ilyen wellnessre, meg ilyenek, és akkor azt vlogolja le, de ilyen nagyon-nagyon brutál a csávó, de úgy nem is ez a lényeg, hanem utána találtunk, megtaláltuk az Instagramját, az Instagramon volt egy link, ami egy ilyen kamhor oldalra vezetett, tudod, ilyen. És élőben néztük, ahogy Virág Laci, telepata Isten, nyomatja a cigit, meg kim van a pöcse, az tippucuzgat, érted? De amúgy Geci, most nézem az Instáját, vágod, itt van egy lefotózott krumplipüré, boxerbál, és a faszát kb. A tányérra rátette. Ja, akkor de is, akkor is a fasz! Túros tésztát emett, így nyújtotta közben a rétest. De ez a nyelv. Közben nem, egyébként nem ismertem eddig, nem ismertem. Ja. Tehát vannak olyan érdekes formák. Igazi művész. Ez ilyen abszolút nekünk való. Hát igen, amúgy Titánról beszéltünk még, hogy ő még, akit mondtál, hogy szeretett. Szoktál neki donételni amúgy? Pont, baszik, valamelyik, mondom, küldök már egy big donétet, tudod, mondom, durrantunk egy 30-ast, erre vége a live-nak. Úgyhogy, igen. Voltak az erős húzásai, amely kihúzta a gyufát, de hát ő erről híres, úgyhogy. Hát de a csávó az konkrétan, az is elég sügér, szóval szegényke. Igen. Az inger küszöböket meg volt ott macskasegnyalás, fosbuki cselens. Fú, bazán, minden volt, geci. Nagyon, voltak olyan meredek dolgok, amikor már így, úristen, én ezt nézem, elgondolkozom az életeden, de alapvetően bírtam, igen. Fú, meg szerintem amúgy ez egy ilyen trash szubzsanra, az a kötekedős live-ok. Tudod, az a Ali Abdul az ész, meg ezek. Amikor arról szól a live, hogy kettek ordiválnak egymással. Igen. Az is, persze vágom. Igen. Vágom. Azért mélyebb ez a lyuk, mint ahogy gondoltuk egyébként, hogyha így belegondolsz. Egyébként ennyi oldala a trashnek egyszerűen hihetett, hogy ennyi van egyébként. Ja. Ó, hát, és akkor még nem beszéltünk Rio Fisherről. A kedvencem az, hogy bocs, hogy közben vágok, amikor a bírói végzést, hogy megy a börtönbe, azzal így mutogatta a kamerának meg, itt van, megyek a börtönbe, basz meg, de ki a meg, baszlak! Bocs, bánom, mit akartál mondani? Ja nem, semmi, csak hogy még egy olyan oldala is van a trashnek, amit hát nem tudom, kevesen ismernek, ez amikor egy zenei produkció is. Rio MC. Igen, Rio MC. Tényleg fel is használtuk az egyik dalát ebbe a közös videónkba Bandival. Hát ő elképesztő. Tehát ő leül, és akkor, mit tudom én, 2 perces dal, ami a csövön kifér, és autótyunnal. Csak löki. De ilyen, hogy ilyen, nem vágod a Riót, Zsozé? Hát most nézem, itt van ilyen spáros kóla exkluzív. Az nagyon jó, spáros kóla, agyomorba, meg van a haverja, a Zole, az is nagyon-nagyon jó, de ilyen dombóvári, ilyen 20 éves fiatalok, akik sokkal idősebbnek néznek ki a életkörülményeik miatt, mint amennyi. Már gangsterkorban vannak, abszolút. Eléggé. És de a vlogjaik is amúgy nagyon jók, hogy milyen fenkölt beszélgetéseket tudnak folytatni. Meg Riónak az a sajtos tészta elkészítés. Ja, hát az a legjobb. Azt vágom, azt nálatok láttam. Igen, a sajtos tészta, na az a Rió. Amikor... De azután már volt olyan is, amikor kakaós csigát készített, de csak fejben. Érted? Kakaós csiga elkészítés fejben. És kinül a padon, és hát, így nagyjából.
Elmondta az elméleti részt, most mit vettük? Abszolút. De olyan kurva jó, hogy mondja, hogy nem kell ahhoz sok minden, liszt, kakaó, mit összegyúrod, kurva jó. Ennyi van. Istenem, ember. Nem, ez nekem kimaradt, nem. Valamiért, hát az ilyen Titához hasonlók, mert azért ő ugye átlép, meg Molnár, kiki azért átlépnek bizonyos határokat. Ja. És az ember az akarva akaratlanul beleakad, szóval ők úgymond kicsit ilyen felkapottabb, lehet így mondani, úgyhogy hát igen. Őket ismerem. Meg hát most találtam a Fannika Csini babageci, akit megöl, úristen. Ez nem nagyon deep, nem tudom, vágjátok-e. Nem, micsoda nem. Egyedül nézzétek meg sötétben. Fannika Csini baba, ja. Aki egy ilyen, hát hogy mondjam neked, nem is tudom, hogy kell ezt jól megfogalmazni. Jaj, ezt vágom, bazd meg! Tehát, hogy... Ezt már annyiszor küldték, ja. Igen. Ja, én is láttam már tőle, igen, nagyon brutál. És ő fullban nyomja a kretént, vagy ő... Hát ő így van. Tehát azt tudom, most nem akarok itt deep story-t mondani, nem is mondok, mert lehúzza az egészet. A lényeg az, hogy ő így van, és cigitöltés tutoriáltól kezdve... Látom, hát, kezdjük. Oh, van ilyen nagyon durva erotikus vonaglás, szemed kiég, de van ilyen, szóval. De hát, hogy ő ezt ő teljes. Én is először azt hittem, hogy ez egy mém, tudod? Egy mém. Ja. Ennyi. De aztán kiderült, hogy nem. Tehát, hogy ő ezt így van, és kész. Paresz. Paresz. Na jó, most már lecsekkolom, mert már annyian kurva sokan küldték egyébként. Mondjuk ez érdekes, hogy beírom, hogy Fannika Csiri baba is kidobja Bis Barbie-nak a videóját is. Okay. Van valami párhuzam? Igen, talán lehet. Please, YouTube, ne tilts le. XD. Ő pont az a kategória, ahol nagyon kell figyelni, hogy az ember ne mondjon valami tényleg bántót, mert ilyen nagyon igen. Törékenynek tűnik szegény így mindenben, ilyen kis visszafogott. Jó, egyébként azt el kell mondani, akiket én ismerek, ilyen trash tartalomgyártókat, vagy akire rátaláltam, azok mögött mindig egy borzalmasan nagyon szomorú sztori húzódik. Aha. Persze. Úgyhogy itt is az van egyébként, meg Szultánnál is. Ja, igen. De majd ezt adáson kívül elmondom a érdeketeteket, hogy ne üljük meg a bulit. Jó, rendben van. Jó. Mindenféleképpen. Most ez csak a mókázásról, a hahotázásról és a jó kedélyről szóljon mi a faszom, az évnek az első cringe-bétjeket. Szóval azt akartam mondani, hogy mit akartam mondani. Ja, hogy én sokszor gondolkoztam egyébként azon, hogy a trash, ez az igénytelen trash, meg a mainstream tartalmak között mennyi különbség van. Ja, igen. Neked ez a teóriád. Mondjuk például a zene, érted? A magyar youtuber zene, meg mondjuk a Rio MC között mennyi különbség van. Nyilván így production value-ban jobb, mert egy stúdióba veszik fel. De például Anfieldnek van ez az új száma, hát a refrénbe vannak elvileg hangok, de hogy nem abban a hangnembe, amiben a szám van, az kurva isten. Tehát én ezt nem tudom felfogni. Én nem vágom egyébként, nem hallgattam. Amit most találtam, van ez a szőkehajú jány. Ilyen, nem tudom mi a neve, baszki. Nem az a lány? Nem. Youtuber. Van egy ilyen podcastjük most mindenek. Tudom! Ő csinált egy zenét, azt hallgassál. Az keci szar. Az elég disturbing a Jézus szobor elsírja magát. Tehát ott ez biztos. Mária Pócs az hozzáképest kutya fasza. Ott nem csak a szobor, de minden is sírni fog veled együtt. Szóval én azt meghallgattam, és így azt a kurva? Mi történik? Bizonyám. Ez mi ez? A bulika. Az amúgy izének a... Az a címe? Hát az a bulis, aha. Végdóri, azt hiszem. Ja. Az a csajnak a neve. És, de nem rosszbú, de az gyilkol, geci. Meghallgatod, és vízen sétálsz utána egy hétig. Ez a buliból buliba, by the way. Ez onnan van, hogy van a Fanmade Maker Marci, csinált egy ilyen videót, egy ilyen összevágást arról, hogy ezek a egyes videósok mennyit használnak ilyen szavakat, így mémből gyakorlatilag, hogy ugye, mit tudom, hogy Viszkok Fruzsi az, hogy Ikea, akkor ez a Végdóri az, hogy buli, buliból buliba, buli bulika, és ennyi időt lett ahhoz, hogy gondolom felfogja a Dóri, hogy miről van szó, és most így tudod, imbrészeli idézőjelesen a mémet, és akkor igen, buliból buliba, most meglovaglom a semmit gyakorlatilag, szóval ez történt szerintem. Szerintem az ötlettel nincs baj, mondjuk át egy kicsit elkésett, csak az egész annyira ilyen ergya. Hát elég rossz.
pedig azok a srácok csinálták a zenei alapot, akik csináltak egy, az a csatornáknak a lényege, hogy megcsinálnak egy... Ja, ők csinálták. A Tídeninek, hogy csináltak egy Tídeni számot, meg egy Tídeni klip. Pedig az egy jó csatorna. Igen, és ők csinálták ennek az alapját egyébként. Uh-huh. Na, let's go. Hát, ok. Mert amúgy szerintem tök jó, csak nem tudom, hogy ez a koprodukció, hogy a faszomba jöhetett létre by the way. Nyilván ez is az, hogy direkt lett ilyen, én érzem, meg értem, csak nem lett elég jó, hiába. Aha. Próbálták ilyenre csinálni, szerintem. De mindegy, ez is nyilván szubjektív. Nem tudom, én a zenében annyira nem vagyok otthon, meg az ilyen, hát a zenében is van a trash, az se vágom annyira. Úgyhogy... Hamulatos, nem? Ja, csak hamulatos, geci. Ja. Na, van még témánk bőven. Ja, fel akarod vezetni a kövét, bálaszító? Hát beszélhetünk erről, vagy fel szívesen. Na, hajrá! Hát így az elmúlt időkben nagyjából minden vendégen megvitattuk ezt a kérdést, aki élőben... szokott videózni, vagy streamelni, hogy hát beszélgessünk ezekről az online közösségekről. Mondjuk ugye te, Zsozé, ugye Facebookon szoktál streamelni, nem tudom, heti hányszor, sokszor, nem? Ja. Hát mostanában rákaptam eléggé, ja, úgyhogy... Uh-huh. Hogy szerinted például, vagy akár Bandi szerint, aki nem régiben kezdett el nagyon erősen rámenni a Twitchre, hogy mi a különbség mondjuk a Facebook Live, a YouTube Live, meg a Twitch Live élmény között, így az egész... egészet véve. Te streameltél mind a hárman már egyébként? YouTube-on. Így van, mind a hárman streameltem, és hát most ez egy két hónapja mentem át a Facebookra, itt nincs nagy titok, nyilván itt a Facebook keresett meg, és tulajdonképpen megvett kilóra, köszönöm a figyelmet, hello. Nem. De te vagy az első ember, aki ezt végül is nyíltan így most így kivott. De figyelj, hát ez így működik, mert például ha én átmentem, akkor nyilván, tehát hogy mondjam nektek, szóval van egy olyan részednek a sztorinak, hogy mindenki haragszik. Te geci, átmentél, tudod? Aha. De mondja, most, amilyen holnap oda megyek hozzád, és azt mondom, hogy figyelj, te itt most ennyit keresel, és ha átjössz ide, akkor olyan dolgokat biztosítok neked, hogy tennek a háromszorosát, kétszeresét, mert azt mondod, hol kell kezdeni, bazeg? Indulom. Érted? Leadod az orvosi papírokat, a leletet, viszed a székletmintát, holnap indulom, bazd meg. Hát nem, hát ennyi, egyébként így működik. És jó, hát nem adtam széklet mintát, de... Igen, ez még lehet, hogy kérnek, bassza, ki tudja. Úgyhogy igen, én mindhárman streameltem, ez YouTube-on kezdtem, ugye a YouTube, a streamelés valahogy a szerelmem lett, ennyi. Hmm. És ez itt nem az anyagiakról van szó. Ugye YouTube-on kezdődött ez az egész, ott igazából bevételforrás semmi. Csak ha valaki donáció, vagy ilyesmi kapcsán. Ja. De ott nincsenek alternatívak, nincs csír, nincs előfizetés, nincs semmi. És akkor ott ment ez, és akkor emlékszem, hogy a Twitch az megkörnyékezett többször, hogy gyere már, próbáld már ki, meg azért. És mint én mondtam, nem akarom cserbe hagyni a közösséget, pedig akkor semmit, tehát egy 0 forint volt szó. És akkor telt az idő, volt az idő, és csak mondták, hogy ilyen opció, olyan opció, jól van, abban azért menjünk át. Ott is hatalmas hiszti volt a YouTube-on, akik ugye követték a streamet, szóval nem tudsz jót csinálni, mindig geci maradsz, ez igaz. És akkor elindult a Twitch-es streamelés, közösségileg a YouTube az egy kezelhetetlen tömeg. Tehát ott kommunikációs interakció szó sincs. Nulla, abszolút, igen. Tehát a chatre néztél, geci, és oldalra dőlti epilepsziás rohamot. Igen. Habzó szájjal a szőnyegen, érted? Szóval nulla kommunikáció. A Twitch-en pedig, a Twitch az egy nagyon jó platform volt. Volt, vagy most is az? Nem tudom. Szóval nincs vele baj, tényleg nincs vele baj. Ott nagyon jó közösséget építeni, viszont nehéz, mert kevesen nézik a... Viszonylag nem az, hogy kevesen, de hogy érted, hogy úgy minden naposan... Hát kevesebb a felhasználó, persze. Igen. Igen, nem olyan népszerű. Tehát nem egy Facebook, ahol rádakadhat mindenféle letöltés és regisztráció nélkül bárki. És ott jó a közösségépítés, ott van úgymond szupportálás, szubolnak az emberek, mit tudom én, 1500 forint egy szub, azt hiszem, már nem is emlékszem. 5 pénz, ja, 5 euró igazán. Pénz. Ja, úgyhogy ez a támogatási rendszer is kurva jó, közösségileg pedig interakció, egy csomó van, akkor egy nagyon erős közösséget ki lehet építeni, és én szerettem egyébként, végig szerettem, aztán jött a Facebook, és akkor tett egy ajánlatot. Többször megkerestek engem, 4-5-ször rám írtak, össze is vesztem egyébként velük, mert már faszom tele volt, meg hülyeséget beszéltek, és akkor volt egy ilyen magyar része, magyar support, nem tudom, van-e ilyen,
és akkor mindig elküldtem őket a picsába. Aha. Úgyhogy nem, de azt mondjuk, hogy gyere már mégis, létsz itt, nem, tudod. És akkor utána rám írt egy másik cég, aki Európáért felelős, egy másik ember, lehet, hogy nagyobb fasza volt, nem tudom, mindenféle téren, és akkor vele ő tett egy olyan ajánlatot, amire már egyszerűen nem tudtam azt mondani, hogy nem. Aha. Nem tudtam, és akkor most ugye én november óta vagyok Facebookon. Féltem tőle nagyon, kicsit úgy éreztem magam, mint kezdőbuzi a gőzbe, tudod, így, bekerülsz egy új osztályba, tudod. Aha. Senkit nem írsz a cseten, úristen, meg összehúzódsz, baszik, meg mit tudom én. És hát most már 2 hónap után azt tudom mondani, hogy nem bántam meg. És itt nem az anyagiakra gondolok, hanem a közösségi élmény, rengeteg embert el lehet érni, ugyanolyan funkciók vannak, és például, mit tudom én, felszuborrád valaki, akkor nem 1500 forint, hanem 700 forint, de azért 700 forint, mert a Facebook nem kér belőle. Aha, érted? Aha, igen. Tehát, hogy ő nem kér belőle tiéd. És ugyanazt a cash-t végül is megkeresed, mint akár a lila óriásnál, de nem vesz le belőle. Ezért olcsóbb, ezért többen megvehetik, stb. Nyilván itt is nagyobb a tömeg, tehát kicsit a Twitch és a YouTube között tudnám valahogy a halmazba belerakni, hogy ugyanúgy van egy ilyen hatalmas tömeg, pont mostanában egyébként, mert nagyon sokan vannak, vagy voltak, volt egy 8200 ember, amúgy nagyon durva egy időben. És például ott a chat, az már egy hasonló kezelhetetlenség, de egyébként nem bántam. Mennyien szoktak nézni átlagba téged? Hát most ugrott meg, most ilyen, hát az elmúlt héten például több mint 1 millió ember volt a lábjaimon. Oh! Ugye nagyon durva. Igen, úgyhogy most ilyen 3-4 ezer között van valahol az átlag. Micsoda, nem hallottam el pont. 3-4 ezer között van valahol az átlag. Két. Akkor ez több mint Twitch-en, nem legalább duplája. Igen. Aha. Igaz egyébként, hogy mit tudom én, megosztja valaki live-ot is kiírja, hogy mit tudom én, Rafael Jánosné Kalányos Marika. Ja, igen. Ez valid. Meg a múltkor írt nekem egy 75 éves nénye egy kommentet, nagyon aranyos volt, hogy nemrég talált rám, és ő imád, és röhög az unokákkal megjelent. Van ilyen, de ez tök aranyos egyébként. Úgyhogy igen. Valahogy így. Streamer élményben egyébként a platform az elején borzasztó volt, moderálni nem lehetett semmit, mindenféle dolog történt. Így random kibaszott a Facebook, miután egy faszorú majmot megmutattam, tehát így lelőtte a live-ot, meg voltak ilyenek. Most már azért fejlődik, és folyamatos upgrade van, tehát hetente jönnek ilyen frissítések, úgyhogy én egyelőre azt érzem, hogy egy jó döntés. Én azt szeretném, hogy a Facebookon ezen a kinézeten tudnának valamit csinálni, mert túlságosan Facebook kinézete van számomra. Igen. Tehát igen, egy kicsit először... ilyen streamer platformabb hangulata legyen, nem egy gecis Facebook, ahol érted, mint hogyha a Facebook nekem olyan, hogy megnézek egy videót, ami full vírusos. Körülbelül ez nekem olyan, ilyen érzésem van vele. Meg a haverok elküldik a seggében, baseballitől a seggében, meg ilyen igen. Döglött őzeket basznak, meg ilyenek. Így van. Nekem a Facebookról ez jut eszembe, basz meg. Igen, mindenkinek van egy ilyen barátja, amúgy basszik, aki olyan videókat küld. De van az a, amit a Zsomak is mondott, hogy van az a gaming Facebook felület, ami elvég jobban néz ki, csak szerintem senki nem ismeri, és ezért nem is használják. Ja. Nem tudom, ti vágjátok egyébként, az fv.gg, beírod ennyi, és kidobja egybe. Aha. Az már egy gamerebb vonulat, ez igaz. Biztos a kinézetén, lenne mit faragni. Hát az de... igen. Ahogy nézem, igen, eléggé lenne. De mióta egyébként én átmentem Facebookra, nagyon sokan írják, hogy ők itt találtak rám. Tehát, hogy is köszönik, meg örülnek, hogy eltettem, mert amúgy nem néznének. Tehát, hogy csomó ilyen van. És van olyan is, aki mit tudom én, azóta minden live-on ott van, és leírta ezt egyszer, és azóta tényleg ott van minden live-on 2 hónapja, vagy másfél hónapja, érted, és ő imádja, szereti. Uh-huh. Úgyhogy a Twitch, amikor átjöttem a Twitch-re, akkor ott is azért nekem elég sok szubom volt. Tehát, hogy én olyan 1800-2000 szub körül jártam, ami mondjuk tényleg azt aláírom, hogy ők egy kicsit talán igazuk van, és meg lehet sértődni, de ezt egyszerűen meg fel kell fogni, hogyha bárkinek bármilyen ajánlatot tesznek, és jobb, akkor egyszerűen azt fogja mondani, hogy megyek, mert ott jobb. Hát ennyi. Hát, igen. És ez nem feltétlenül anyagiakról szól, nem csak anyagiakról szól, de legyünk álszentek, azért ez nem egy utolsó szempont. Igen. Van még egy kérdésem itt, ez engem érdekel, hogy szerinted, hogyha valaki egy kisebb streamer, mondjuk van Twitchen mondjuk 100-200 nézője, akkor ha Facebookra átmegy, van-e annak bármi jövője, értelme, jobb-e, rosszabb-e, lehet, hogy az algoritmus miatt jobb,
De hogy a közösség az ugye nem egy brutál nagy közösség, ahol nem tudod már követni ki kicsoda, hogy Twitch szerinted jobb platforma arra, hogy egy ilyen kisebb közösség életben maradjon, mint a YouTube vagy a... Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert közösségépítésből talán a Twitch az, ami előnyösebb. Viszont a hátránya a Twitchnek az, hogy nem fognak rá találni. Csak azok, akik Twitch-et használnak. Nem tudom számszerűsítve ez mennyit jelent, de azt gondolom, hogy a Facebookon például több ember van. És ez egyszerűen elkerül. Ez így és van. Hogyha valaki nulláról kezdi el, van, mit tudom én, zéró nézője, és akkor ő most Facebookon el fog kezdeni streamelni, mit tudom én, tök jó játszik kizé koddal. Hogy annak van szerinted nagyobb jövője, mint hogyha Twitch-en keresni ugyanezt meg? Hát, ezt nem tudom, baszki. Nem tudom. Azt gondolom, hogy a Facebookos nézők többsége az inkább ilyen, hogy mondjam neked, ilyen show jellegű dolgokat szeret. Tehát, ha most valaki nagyon jól kodozik, nem biztos, hogy a Facebook az ő platformja. De ettől függetlenül lehet, hogy fasságot beszélek, és lehet, hogy mit tudom, el lehet érni sikereket. Azt tudom, hogy én csak magamból tudok kiindulni, hogyha én a platformváltás után nekem, mit tudom én, a streamen sokkal több ember megfordul. Hát rengeteg. Most számszerűsítve egy jó live-on a Twitch-en, amikor vannak 2000-en, akkor 10 000 ember fordul meg. Ja, és a Facebookon pedig mondjuk van egy átlagos stream, ahol mit tudom én, 3 000 és 4 000 között van, ott 100 000 ember fordul meg. Nagy a különbség. És ez tényleg így van, tehát ez nettó szám, nem csak alsavrújtők, ez pont valamelyik nap néztem, hogy ez így van. Hát én amúgy nekem azt tűnt fel egyébként, mert ugye én Facebookon nyilván nem streameltem, hanem most kezdtem el Twitch-en, most már nem sokára már érdekelt státuszba kerülök, azaz szerintem... Azt a kurva! Egyet kell már csak streamelnem, és már érdekelt státuszba, szóval lehet rám majd szubolni, és de ugye előtte meg YouTube-on csináltam egy jó pár live-ot, és nekem is ugyanez a tapasztalatom egyébként ezzel, hogy YouTube-on nem tudsz foglalkozni a chattel. Lehetetlen. És az a baj, hogy ugye én YouTube-on nem játszottam, hanem ilyen Just Chatting streameket nyomtam, ugye, hogy videókat néztünk, de nem lehet. Úgy pörög a chat, bazd meg. Hát nekem a max nézem YouTube-on egyszerre, az nekem is volt 1000 ember. 1000 ember. Mi a fasztusz beszélni 1000 emberrel egyszerre, geci? Főleg YouTube-on. De hát a Twitch-en is lehet 1000 ember egyszerre. Igen, de mégis nem valahogy tudom. Másabb. Mégis valahogy másabb azért, mert jobban ténylegesen valahogy így adja magát, hogy ott kialakuljon egy közösség. De YouTube-on meg nem. Nem tudom. A Twitch-en vannak eszközök erre amúgy, mert be tudod állítani, hogy izé legyen. De általában olyan a közönség, hogy kidarálja a nem normálist. Érted? Aha, valahogy igen. Fasz, de YouTube-on meg nem. Ki lesz darálva? Igen, a YouTube-on meg ömlik, az egy hömpölyög. Így igen. Van. Egyetértek abszolút. De a Twitch-en közösség van, akik néznek téged egy idő után, és kicsit ilyen, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen, lehet, hogy egy kicsit szektásnak tűnik, az de az, hogy az valaki beír egy fasságot, és akkor menj már a kurva anyádba, és akkor bekussol, érted? Vagy pedig, ha nem, akkor ki lesz baszva, és nem látod többet, maradnak azok az emberek, akik a közösségedet alkotják. Ami egy kicsit... Lehet túlkapni egyébként, lehet túltolni, és tényleg egy ilyen burkot magad köré húzni, de az nem hiszem, hogy normális, de azért van egy normális útja ennek, amikor ez a közösségi élmény, ez nincs túlkapva, nem arról szól, hogy kopotra szopjátok egymás faszát, hanem normálisan megbeszéltek dolgokat, érted? Tehát, hogy igen. Nem az van, hogy úristen, én értetek vagyok, szeretlek titeket, miattatok csinálom. A izé csinálja ezt, ahogy a B-turbó szokta ezt csinálni. Nem tudom egyébként. Megmondom őszintén, tartalomfogyasztásban, én streamet nem is tudok nézni, nem is nézek. Aha. Mert nem köt le, bazd meg. Egyszerűen nem. YouTube-nál is a trash vagy a botrány. Ilyen boomer geci vagyok. Szerintem akkor ugyanazokat a tartalmakat fogyasztunk, Zsuzsi. Úgyhogy ennyi. Tehát az, hogy én leüljek és megnézni valakit, hogy mi volt a Fortnite Duo-ban, meg faszokat, nem tudom. Én is az nem megy. Úgy vagyok azzal, hogy inkább akarok, nem tudom, így építeni, meg teremteni, mint valaminek a részesévé válni, nem? Mondjuk az, hogy én akarok építeni egy közösséget, mint sem, hogy mit tudom én, valamihez csatlakozni már egy meglévő dologhoz. Még hát egy dologra... Mondja, nyugodtan. Hát a Twitch az a platform, ahol ezt meg lehet csinálni.
A Facebooknál nem tudom, mert egyébként nem sok tapasztalatom van. Azt tudom, hogy nagyon sok ember van, de ettől függetlenül lehet, hogy alkalmas rá, hogyha nincsenek sokan, vagy kevesen vannak, faszt, ugye nem tudom. Na, azt akartam még itt végszón elmondani, itt a Twitch-es dologról, hogy én is egyébként, mit tudom én, 4 hónapot nyomtam, heti 3-szor Twitch-en, és már októberben megvolt az a nézőszám, meg az a összes ilyen paraméter, ami ahhoz kell, hogy partneri válj. Rá is klikkeltem a kérelemre, meg is kérdeztem már rég partner státuszú streamereket, hogy ez hogy működik, a műsorban is volt több ilyen, és mindig mondták, hogy várjak, továbbra is várok. Azóta van egy olyan cucc, hogy az egyik videós ismerősünk, a Gogu, neki már volt kapcsolata, és például az ő tartalma nagyon hasonló volt az enyémhez, tehát ugyanez a Just Chatting videónézés, és ebből lehet, hogy nem kér a Twitch. Szóval én most itt elősen elgondolkoztam azon, hogy van-e értelme folytatni, úgy, hogyha valójában nem kérnek belőlem. Hát itt nem hiszem, hogy van ilyen. Ez most ugyanaz a dolog, mint amit beszéltünk, hogy itt hogy néz ki a sztori. Itt azért nincsenek nagy erkölcsök, szerintem. És nem, most itt nem a Twitch-re gondolok, hanem pusztán arra, hogy valaki pénzt keres azon, hogy te streamelsz. Őt nem fogja érdekelni, hogyha egyszerűen legális az abban a pillanatban, hogy a seggedben tényleg egy baseballütő kiáll, és egy salgópolccal borulsz el mesztelenül, ő le fogja szarni a te megítélésedet, azt mondja, hogy oké, csak keresd a pénzt. Itt sem hiszem, hogy erről van szó. Én azt mondom, hogy írja a supportnak, meg nincs ilyen, hogy nem kérnek a tartalomból. Ha van ilyen, akkor azt neked szólni fognak, hogy fejezd be, vagy kibasznak a picsába. Akkor csak szintén ignorálják, mert valaki éppen leszarja, hogy... Hát, hogy nem vagy elég nagy számokra belőled, nem folyik annyi pénzecske, szerintem. Így működik a világ, sajnos. Ez most minden álszentségnek, jó lenne, ha nem így lenne, de ez pontosan így van mindenhol, hogy embereknek az kell, hogy kapcsolat legyen, vagy... Én ezt értem, de az, hogy érted, van egy rendszerük, amit tök jól megcsináltak, tök faszán néz ki, tök jók ezek az achievementek, eléred bőven, hónapok óta felette vagy, ami nekik a kritérium, ami a kvóta, és nem is állnak veled szóba. De ez írtál levelet, vagy ilyesmi? Hát így külön nem írtam levelet, nem. Csak a... Lehet, hogy azt meg kéne tenni. Jó, hát akkor igen. Kíváncsi leszek, szerintem, hogy ebből szerintem mi lesz. Az legalább valami válaszra. Méltatnak téged, akár. Ja. Jó, hát majd megtudjátok, hogy mi lett ebből. Ja. Sziasztok, Bána vagyok, éppen editálom a videót, és azóta egyébként megtörtént a csoda. Írtam a supportnak, és 1 órán belül megkaptam a Twitch partneri státusz, szóval csak gondoltam, elmondom nektek. Amúgy van egy közös pont az életünkben, ezt Zoli kollégám mondta egyébként, José, hogy szerintem ezt mind a ketten így gondoljuk, hogy a debreceni diginek a kurva anyját. Igen, annak is, meg a jó piszinek is. Igen, igen. Mostanában nekem nagyon rossz az internetem, és kapja be, és mindig stream előtt rossz, szóval bassza meg magát a debreceni digit. Hát nekem először izé volt jó piszi, aztán az is szar volt, és ezért beköttettem Secondnak a digit, és az is szar. Tehát 2 szarból már valamit azért ki lehet hozni, de van olyan, hogy így nézek, pislogok, igen. Ja. Uf, nem tudom, hogy honnan kell itt internetet lapátolni. Hát én sem tudom, fogalmam nincsen. Mert lassan a negyedik izé szolgáltató lesz benne, mint szar, érted? Hát igen. Úgyhogy ja. Most már akkor a Flipet kell kipróbálni. Nem, mi az a Flip? Nem is. Az is egy internet szolgáltató. Szerintem csak valamelyik izének bérli a hálózatát. Amúgy. Szerintem vagy a UPC-nek, vagy a Digi-nek ilyen leányvállalata lehet szerintem. Szóval ugyanazt a szart veszed meg gyakorlatilag. Ja. Bána, azt mondom, én írj egy levelet szerintem. Jó, meg fogom tenni, és kíváncsi leszek, hogy letolják a buksimat, vagy nem. Azt mondják neked, hogy Bána, te kagafej, hogy... Ja. Azt mondják, hogy gyere haza, fiatal. Anyád nem megy a szülőt, tudod meg. Szülje stadiont, igen. Ez következőnek legyen az igaz vagy daz is. Úristen! Bána, hogy legyen ez? Csak legyen meg kompetíció? Vagy lehet, csak... lehet verseny belőle. Jó, rendben. Akkor az igaz vagy daz isnak, csak elmondom annak, aki nem tudja, az a koncepciója, hogy Bána fel fog tenni mondatokat, állításokat, és el kell dönteni róla, hogy melyik egy igazi videó, és melyik nem. És így van. Te is megtippeled, Zsozé, meg én is megtippelem. Világos?
Oké, és more. Jó van, na, Getsz. Cool. És akkor én majd elmondom a megoldást, de nektek ki lehet találni, hogy ki volt a videónak a szerzője. Ja. Feltöltően. Te vagy a vendég, mindig te kezdesz először. Azt a... Bezanyám, I am a very big gentleman, dude. Azt a kurva. Na, akkor. Igaz vagy, de az is. Kicsi vagy nagy zsák? Oh. Számít a virgács mérete? Vagy mikor vesztetted el a szüzességed? Wow. Na jó, ezt tudja, mikor vesztetted el a szüzességed. Bandi? Mi volt? Kicsi vagy nagy zsák? Igen. Számít a virgács mérete? Igen. Vagy mikor vesztetted el a szüzességed? Ez olyan, mint valami gay. Ez a kicsi vagy nagy zsák, ez ilyen gay pornoborítónak simán el tudnám képzelni. Figyelj, legyen az első. Kicsi vagy nagy zsák. Oké. Mikor vesztettél a szüzességed, az volt az igaz. Zsozénak szóval van igazán. Asztakul! Oh, jeez! Yes! És hogy kinek a videója? Igen, kinek a videója szerinted? Hú, ez, ne, ez biztos egy gágyié. Nem mondok semmit. De, de elég, ismert elég. Viszonylag, így mostanában lett népszerűbb az ő tartalma, meg így akkor a meg vagyok lőve. Mainstreambe is belelógott. Csaj? Csaj, nem. Csaj, tudti, nem, csaj. Nem, nem, nem csaj? Nem. Bazd, de buz is. Bandi, te tippelsz? Á, fogalmam nincsen, nem tudom. Ez Noodlesnek a videója. Noodles! Vagy. Tényleg, nem. Azt tudom, ki az, geci. Hát, akkor tájékozó, ugye. Igen, Noodles. Ez majd. A legnépszerűbb műfaj mostanában, a street interview. Igen. Majd nézze meg. Ja, de, aha, csak a nevét. A nevét. Nem vágtam, de ez az, aki megkérdezi, hogy fingottál-e már. Jajajajaj, fasságot. Csináltad-e már popsiba? Igen. Szexeltél-e már pucuval lányt, tudod, ilyenek, szex? Na, jó van, ne? Akkor Zsuzsának van egy pontja. Mert következő? Aha. Oké, tehát igaz vagy, de az is. Első, rajta kaptam anyuékat, pont. Második, olcsatok be, pont. Harmadik, anál közeli élményem, pont. Ne szopassál már! Ez még egyszer léci, mondd már. Jó, ember. Szóval. Rajta kaptam anyuékat, pont. Második, olcsatok be, pont. Harmadik, anál közeli élményem, pont. Kettő, de az is egy igaz. José? Olcsatok be szerintem. Anál közeli, ilyen videó cím biztos nem ilyen cím. Hát, vagyis hát nem a YouTube-on. Én is az olcsatok be, én is arra tippelek. Oké, helyes volt mindenki. Igen, olcsatok be. Na, és szerintetek ki ez a videó? Nem biztos, hogy kitaláljátok. Nem biztos. Hát nem hiszem. Ezzel mindig bajban vagyok, nem tudom. Hát mindenketten tippeltek. Ez annyi mindenki lehet. Ja. Lehet mainstream, lehet trash, az a baj, minden ja. Lehet. Mainstream. Én egy Dezső Bencét tippelnék. Oké. Okay. Az nem hiszem. Nem ő. Ó, oh, ne. Ez Geri vagyoknak a videó. Oh, jeez! Ziggy! Oh, jeez! Jó öreg, Ziggy is Geri. Na jó. Oké. Okay. Igen, nem tudtam kihagyni őt se. Szóval, következő. Igaz vagy, de az is. Ez durva lesz. Beletettük egymás szájába, csillag-csillag, fiúval kihívás, csillag-csillag. Második, telefonon prankeltük meg a nézőinket, csillag-csillag, sírt és letette, csillag-csillag. Vagy bevállalós, intim képek kihívás, csillag-csillag, hugommal, csillag-csillag. Azt már kitaláltam, hogy kié lehet a videó. José, okay. Nyomjad, hogy szerint... A bevállalom hugommal, intim képek, tudni azért az milyen családi élmény, Geci, nem karácsony, vagy árnyékában. Gyere, Geci, ekkora faszom van, nézd meg! Nézd, anyu, te is! Nem tudom egyébként, de ezt, mondjuk, ha ilyen videó címet adnék, azt tudti sokan megnéznék, és úgy ugye nyilván ugye? Ez cél. Ugye? Szóval én bevállalom intim képek hugommal. Jó, Bandi. Mi volt az első? Az első az ott, hogy beletettük egymás szájába, fiú-fiúval kihívás. A másik, telefonon prankeltük meg a nézőinket, sírt és letette. Vagy a bevállalós intim képek kihívás hugommal. Ha! Szerintem is a harmadik lesz, ahogy az intim képek. A bevállalós intim képek. Ha. Oké. Rong. Ne! Az első? Bizony. A második volt. Hát ez egy kicsit visszafogottabb. Ez a telefonon prankeltük meg a nézőinket, sírt és letett. Az a baj, hogy ezeket annyira jól megcsinálod mindig egyébként. És nehéz kitalálni. És Erbence videó volt, ugye? Pontosan. Ah. Így van.
Yes. Hát most nem számunk ilyen bónuszpontokat, Bandi, úgyhogy mindig Zsozé vezet egyel. Úristen, azt na. A kurva. Let's go, mert következő. Igaz vagy az is? Balherém elvesztése, motoros baleseteim első rész. Csoró, geci, azt a kurva. Vagy második, Szabinyest villanyszerelőnek áll. Vagy harmadik, azt a mindenit, 2.0, csilis ánusz kihívás Petrával. Azt a... Csoró Petra. És így ott biztos. Na, a második kell, hogy legyen. A Balher és a kedvencem, de a második a valódi. Oké, oké. Bandi? Geci, a bal. Én is ugyanezt tudom mondani, csak geci. Szabinyest villanyszerűnek el? Igen. Oké, igaz, igaz. Az lett, az voltam úgy. Szerintem könnyű gondolom, kitalálni, hogy ki ez a videó. Igen, ez könnyű kitalálni. Pedig én nem fogom tudni. Kajak. Hát benne van a szóban is. Ja, hogy a Szabi Nyesti? Aha. Hát Szabi Esti, csak ő így írta bele a videó címbe, hogy Szabi Nyesti. Igen. Gondolom, próbálta saját magát mémelni egy picit. Hát, úgyhogy akkor még mindig Zsozé vezet. Egyébként vele is mi lett amúgy? Milyen sokat néztél? Most izé nyomott egy restartot nem régiben. Ja, ja. Most már ő is? Nagyon fura. Csinált a nyugdíjpénztárnak egy szponzort. Szponzort. Ja. Nagyon brutál. Nagyon bitang dolgok vannak ott, úgyhogy. Bezonyám. Újra elkapta. Na jó, következő. Igaz vagy az is? Tetováltam a haverom anyját, vagy majdnem lezuhantam a szakadékba, vagy pervers kérdez felelek Józsival 18 És már látod is az ilyen tökfödős kocsma erkélyedő, Józsival azért pervers kérdez felelek. Jó, mi volt, bocs, még egyszer az első? Tetováltam a haverom anyját, vagy majdnem lezuhantam a szakadékba, vagy pervers kérdez felelek Józsival 18+. Hát nem tudom, vagy az első, vagy a második, mert szegény Józsi szerintem nem valami pervez. Hát szerintem a második. Oké, okay, Bandis. Akkor én mondom az elsőt. Te továltam a haverom anyját. És Zsozinak volt igen. Ne! Vászik, nagyon megyek, nagyon. Mi történik? Nagyon durván. Meg, úgy érzem, hogy el fogom veszíteni, hogy meg lesz az első verőségem, geci, nem áll. Oh, shit. Na, és ki ez a videó vajon? Ezt nem könnyű kitalálni. Á, nekem fingom nincs. Mondd el még egyszer a címét, légy. Tetováltam a haverom anyját, vagy majdnem lezuhantam a szakadékba, vagy pervers kérdez felek Józsival 18+. Egyébként az összes videócím annak a videósnak a videó címeiből van összeollózva, változtatva. Szóval azért így jellemző rá az összes. Hát a fasz, hogy belestem egy szakadékba, nem tudom bazni. Mindegy, Daz is volt a feltétel. Az, ami az Vidi nyomozik még ahogy? Hát szerintem... Igen, nyomja a fifás kontentet, szerintem. Ricskán, most már nem nyomja a cicit, ezt már nem megy a buli. Nem. Egyébként a pervers kérdez felelek, az Tinával, csak egy szót cseréltem ki, tehát a Józsi az Tina volt egyébként, de az létezik, fönn van. Ja, oké, van még egy, és van egy bónusz, úgyhogy igaz vagy az is. Intim piercing és a számban lévő tetoválás, storytime, vagy kisminkeltem a kutyámat, feed farkas Timi, vagy le akartak szívni a mezőn, storytime. Istenem, mint valami kibaszott 10 éves gyerekek, nevetünk itt bazzik a péniszes vicceket, meg a szexpoénok a bazzik. Azonban én is elrögtem. A legjobb, figyelj. Másodikat mondom. Oké. Okay. A kisminkeltem a kutyám, az volt a második. Aha. Mi volt még egyszer? Az első az volt, hogy intim piercing és a számban lévő tetoválás, storytime, vagy kisminkeltem a kutyámat, fit farkas Timi, vagy le akartak szívni a mezőn, storytime. Szerintem a harmadik. Komolyan. Bárcsak az lenne, bárcsak. Én bízok benne, azért mondtam csak. Jó, nem találtatok el, mert az első az intim piercing, meg a számban egy fasz az volt. Így van. Nem áll. Számban lévő tetoválás. Számban lévő intim tetoválás. Lehet tippelni, nem minden, hogy kitaláljátok, de ügyesek vagytok, akkor lehet. Biztos a izé, a Airmark. Így van. Oh, wow. Tadám. Ennyi. Azt nagyon képben vagytok, azt sem tudom azt. Hát egy ilyen csíra. Mármint jó fej. TikTok isten. De egyébként itt megemlíthetjük, hogy én ma kerestem Farkas Timit, és nem találtam bizony, a YouTube-on. Bizony, le van törölve, mint a pícsa.
És Instán is csak 3 képe van fenn, úgyhogy a fene tudja. Aki tudja, az írja meg, mi történt. A kommentárba írjátok meg. Kommentárba. Na plusz egy. Van még egy bónusz, de ez csak Zsozénak, mert a Bandi már ezt hallotta, úgyhogy ez csak ilyen kis örömtánc. Szóval, igaz vagy az is? Kikerázott TikTok videó, vagy bekeráltam a vasút mellett. Ezt hallottad. Ja, te hallottad? Oké. Hát akkor lehet, hogy te is tudni fogod. Szóval még egyszer, kikerázott TikTok videó, vagy bekeráltam a vasút mellett, vagy kera nélkül mit érek én? Kera nélkül mit érek én? Kera nélkül. Jaj, geci. Hát lehet emlékszel, lehet nem. Hallottam pedig. Uh-huh. Ez most volt nemrég. Hát egy 2 adás, 3 adás. Ja. Kikerázott TikTok videó, mondd már. Azaz. De most rámentem. Na most már mindegy, akkor nyertem, easy! Na ennyi. De amúgy igen, mert neked 4 helyes válaszodott Bandinak, meg csak 2 sikerült. Bazd meg! Te vagy az official winner. Azt tiéd, bazd meg a helyezem. Ennyi, easy. Most is itt néztem a múltkor, van ez a VV-s gyerek, az mindenkivel kooperál, és volt Loka Panther, meg... Hogyne, persze, azaz. Aha. Ja. Persze. Igen, nagyon aktív. Nagyon aktív. Very aktív a dude. Meg ráment ezekre, szerintem ezekre, akik az X-Faktorban még így továbbítottak, azokkal is próbált kapcsolatot. Meg ilyen... a Bartos Csével is van videója. Azt vágom, Bartossal van. Az ilyen kontravertális alakokkal gondolom, hogy... Ráadásul az a Bartos és a Loka Pantera volt egy videóban. Azt mi kombó geszi? Jaj, nem is volt valami szép végeredmény. Csoda, hogy nem ette meg a Bartos. Az biztos. Harabd át az irányába. Na, hogy tetszett a... Igaz vagy, de az is. Élvezted, Zsozé? Fasza volt. Vágtam egyébként, nem mondom, szoktam hallgatni, megnézni. Csak hát így, hogy részese vagy azért egy másik élmény, nem? Ugye? Így van. Nagyobb élmény. Nem olyan, mintha pornófilmet nézni, mintha veled történik. Igen. Ja. Majd mi is csinálunk ilyet, mint ugye vannak már ilyen VR pornó, hogy ilyen VR igaz vagy, de az is, mint hogyha itt lennél a Discord szerveren, fasz meg. Ott ültök szembe Bálnával, és hődözünk gépjével. Úristen, de nagyon durván elment az idő, basszátok meg azt a mindenét. Akkor ugorjunk át a nézői témára. Mit szóltok hozzá? Jó. Ez egy ilyen kis rövid kis szegvécuki téma a végére. Hide the Pain Herald küldte ezt, aki a Internet Historian. neki egyébként az avatárja az Internet Historiannak, nem tudom, hogy vágjátok ezt a csatornát, egy ilyen külföldi, tök fasza ilyen csatorna, na mindegy. És Hide the Pain Herald arra kíváncsi, hogy mi a véleményünk a 2019-es mémekről, például Okay Boomer, meg ilyenek. Ez egy ilyen kis, jó kis levezető téma. Én már megittam 2 sört, így reggelire egyébként kibaszottam, már be is vagyok, baszva, mi a fasz? Szóval... A biciklis se ühez, bazd. Micsoda? Már biciklire se ülhetsz. Hát én nem, geci. Ennyi. Még jó, hogy busszal jöttem, ember. Jó, kempingen jöttél. Szóval, 2019-es mémek. Szerintem a legfőbb mém, azt mindenki tudja, hogy micsoda, az a Ziggy mém volt emberek. Igen. Az nagyon durrant. Geci. Én annyira büszke vagyok arra a kis közös gyerekünkkel, flexel a közös gyerekünkre a kis Ziggy mémre. Én gondoltam volna, hogy egyre nagyon fog menni ez a hülye farság. Én azt láttam, amikor Photoshopba kivágtad, és igen, a piros konics. A barátaimban, azon visítottam, az kurva jó volt. Úgyhogy igen. Ja. Hát nem tudom, egyébként ezek a mémekkel úgy vagyok, amik ez a boomer, meg a faszom, hogy kicsit én olyan vagyok, mint egy narkolepsziás, tehát engem utó hatásként találkozok vele, amikor már lefele megy, meg ilyenek, meg néha fel is, kicsit ilyen idegen tőlem amúgy, fasságnak tartok. Yeah. Aha. Hát ez a dank mémelés, ez amikor ilyen nagyon bizarr, furcsa helyzetem vagy dolgon röhögsz, mert az a mém az nem a mi korosztályunk, tehát ez a 16 éves korosztálynak a kreációja általában, de vannak nyilván elterjedtebb, híresebb, nagyobb mémek is. Nem tudom, én szeretem a dang mémeket. Vannak olyan mémek, amik kurva jók, de nagyon ritkák. Tehát ez is olyan, hogy nagyon-nagyon ritkára jövök valamin, vagy mit tudom, azt mondom, hogy ez kurva jó. Én múltkor szerintem fél órán keresztül röhögtem azon, hogy van egy ilyen mém oldal az Instagramon, és egy versen röhögtem, ami Vörös Sándortól a
A baszás, szopás, kúrás című vers. Én ezen, azt a én ezen nevettem fél órán keresztül. De hogy legit? Nem, nyilván. Nem. De azért megragadta a savaborsát, a lényeget kimark. A kakósig a közepén. Azért mondom, hogy nekem ez annyira tetszett, és ugye végig ez a vers, hogy ilyen trágár szavak egymás után, és valamilyen nagyon megtetszett nekem. Hát ez a pajzán irodalom, sok ilyen van. Hát van ugye a pajzán Toldi, ami egy komplett, nem tudom hány strófás vers, és hát nem ismeritek? Lehet, hogy ismeritek. Aha. Hát ha nem ismeritek, akkor azt mindenki hallgassa, hogy írja be, hogy pajzán Toldi. Elképesztően jó rímek vannak, és iszonyat pajzán. És az egy elég régi cucc, tehát az még így talán 30-40 éves. Hát itt nincsenek jó rímek, itt ez, nem, bocsánat, elrontottam, hogy Vörös Sándortól a baszás szexkúrás, és csak az első négy sort szeretném felolvasni. Baszás, szopás, szintetikus faszverés, aprófaszú, azt a kurva defasz. Én ezen nevettem valamiért nagyon rengeteget. Igen. Szép a magyar nyelv nagyon. Elég indokolatlan. Nem? Így van, abszolút, teljes mértékben. És nem tudom, miért tetszett nekem annyira, de fél részegen nagyon vicces volt. Szóval igen. Ja. Hát nem tudom, ez a mémes cucc, ez is, egyébként én is hasonlóképpen érzek, mint a Zsozé, hogy kicsit öregnek érzem magam néha, amikor így, mit tudom én, ezen kéne röhögnöm, és valamiért nekem nem vicces, vagy ilyen távolinak tartom, de valamikor meg úgy betalál, hogy te jó Isten, sírok rajta. Ja, nekem is nagyon ritkán. Egyébként betalál, de... Neked nem szokott olyan lenni, hogy például valamit látsz, hogy hallasz, és így te csinálsz belőle mémet a saját társaságodban, ilyen inside joke-ot, mit tudom én, látsz egy videót, és akkor abban volt valami hülye beszólás, vagy egy ilyen furcsa szitu, és akkor az lesz maga a mém. Dehogy. Vagy egy trash videóból valakinek a mondatait, vagy a hanglejtését utánzod, de szerintem az is egy mém, egyfajta mém, mert visszahozott folyamatosan. Persze, hát az mémelés szerintem. Például a kedvenc Zsozé mémem, nem tudom, hogy ez mémnek számít, de ez a ki ez az ember, és ennek a változatai. Ez szerintem eléggé felpörgetted. Nem is tudom, hogy lett. Ja. Ja, már kicsit sok is amúgy. Igen. Hát de jön magától szerintem, azért csinálod. Hát mindig vannak ilyen időszakok, hullámok. Tehát van egy jobb hangulat pillanat, akkor mindig van egy ilyen mémelhető fasz, tudja, egy szöveg vagy bármi. Ja. De egyébként ezek jók, mert kicsit ilyen közösségépítő jellege is van meg. Hát lehet belőle elmondott csinálni, lehet mantrázni, aztán meg jön új dolog, amúgy ja. Hát van, aki, mit tudom én, nekem 3-4 éve volt egy poén, hogy be voltam öltözve egy horror játéknál, és valaki mondta, hogy csíp a lyuka. És olyan váratlanul ért, hogy szétszakadtam rajta, ez volt 3-4 éve, de még mindig mondják, basszeg, érted? És ott állok, hogy mi a fasz? Hát ideutazó, vagy mi a gécsi? Igen, van egyébként, ami tényleg annyira betalál, hogy így nem tudsz mit csinálni. Most a Discordon linkeltem be ezt, én szilveszterkor küldték ezt a Discord szerveremre, én ezen nagyon kacagtam, és nem tudom, hogy miért. Éppen fürödtem, megnéztem a Discord szerveremre, és a feleségem bekijabált, hogy jól vagyok-e, mert annyira szakadtam ezzel, hogy gyere ide, petártázó ember, meg foglak verni. Ez szétgyúrt időnk. Na mindegy, szóval, ja, igen. De szerencse, tudniuk kell az embereknek azt, mint hogy a rész elején elmondtuk, hogy a mémeknek van szavatossági idejük, és azért van szavatossági idejük, mert hogyha túl sokat használod őket, akkor megölöd ezzel őket. Igazából. Főleg azt tudja jól megölni, akiről készül a mém, hogyha megpróbálja erőltetni. Ja, vagy... így van. Túlkapni. Így van. Ugye az Iggy mémnek is ez lett a sorsa. Igen, Gary imbrészelni próbálta a mémet, és ezzel megölte az Iggy mémet sajnos. Én nem is tudom, mi van vele, az... vele mi van? Megy neki? Csinált most egy KFC-s videót, ami nagyon érdekes volt, mert 22 000 látták, úgyhogy bazi nagy production value, meg átmaszkírozták, ilyen KFC-s faszinak, meg minden. Én nem értem, hogy az ő csatornához, hogy nem pörgette hát tovább. Hát Gary az egy kedvesztett Gyuri lett, abszolút. Hát, valami izé volt, az valami konfliktem, nem vágom. Ja, volt az pontosan. Az a nagy, hát ilyen coming out-ja, hogy hát abból lett az Iggy mém is, ugye, hogy ő elmondta, hogy Konics Gergely dohányzik, de Geri a videós nem cigizik. Igen, azt vágom. És innen jött ez az Iggy cucc, szóval, ja. Azt vágom. Na mindegy, ja. Szóval emberek, ne üljétek meg a mémeket, meghalnak maguktól, sajnos. Vegyetek lamboxot helyet. Vegyetek lamboxot, meg szálljatok fel a Ziggy mobilra, ezt tudom amúgy mondani. Fú, de amúgy még egy ilyen kis utolsó dolog a szembe fejeztem, hogy amúgy tök jó dolgok születnek ebből, mert például megszületett a Geri Ziggy animáció, ami az egyik live-omból lett így meganimálva egy ilyen hülye fasság, és hogy például az is olyan tök jó dolgok tudnak születni ilyen kreatív emberek által, akik tudnak ilyen animációkat csinálni, mit tudom én, szóval
így mégis tud tovább élni valamilyen szinten, hogyha valaki egy alapból, mit tudom el, létező dologhoz hozzárakja a saját maga kis kreativitását, ami tök cool. Ja, hát egy darabig meg lehet fejelni. Ja, ja. 2-3-szor biztos. Így van. Hogyha nagyon jó. Ja, ja, szerintem is. Szóval, ja, szerintem ez a téma nagyjából ennyit tudott, én azt gondolom. Van még egy utolsó szegmens ennek a podcastnak, ez a gyújtsunk fényt az éjszakában, amikor José be fogja promózni az éjjeli vakondot. Éjjeli vakond! Szóval, José, mondj egy olyan csatornát, vagy streamet is mondhatsz egyébként, aki szerinted megérdemelni, hogy több szubot, több faszom tudja mit, csirkecombot, faszom tudja mit érdemelne. Kolbászt. Ja, kolbászt. Jó, hát beszélj, most bajban leszek, ami kis izét kérek, egy kis gondolkodási remek időt, mert én egyébként nem vagyok egy kurva internet tartalom fogyasztó, ha csak nem trashről van szó, de például nekem nagyon nagy kedvencem, mindjárt megmondom, mi a neve, mert pontosan nem tudom, akiről, de egyébként most ő már nem videózik, tehát ő így elhagyta a biciklit, és ilyen hogy mondjam nektek, ilyen, vannak még videói, de már ilyen lopott videókat tölt fel, de előtte nagyon jó. És ki az? Kíváncsi vagyok. Hogy a faszomba hívja? Cibó Gyula, Laci. Valamilyen Gyula. Valamilyen Gyula. Valamilyen Gyula, bazdmeg. Akiről meséltem, a csirkeol előtt előadja. Jó, Geci, figyelj, akkor Gyula, ugye? Valamilyen Gyula. Hogyha hát megtalálod, figyelj, hogyha megtalálod a linkjét, akkor rakd bár baj. Boiler Gyula? Boiler Gyula? Csak nem. Nem. Nézem közben, mi a faszom? Vesz, mit találtam? ZG Studio Official Gyula 2006. Jesus. Szóval, és azért, hogyha megtalálod, akkor majd a linkjét küld már el, jó? De Gyulára jó. Keresetek rá. Gyula. Ennyi. Gyula, baszd meg! Ennyit tudunk mondani. Hát, köszöni a több figyelmet, szegény Gyula. Köszöni Gyula a figyelmet. Így utólag is. Ja, köszönjük, hogy te is egy... az kiadott ilyen nagy bajszos ember. Ja, nekem is. Köszönjük egyébként, José, hogy te is egy ilyen olyan embert promóztál be, akit még eddig senki nem promózott be, de valószínűleg azért, mert nem is tudjuk, ki a faszomról van szó. Gyula, bazzeg a szóval. Gyula. Lehet, hogy úgy járt, mint a Team C. Timi, hogy elkapták. Delitelték, vagy mi a Geci? Lehet, ez történt, Geci. Nem találom. Azt hiszem, Halász Gyula volt. De te vagy a legnagyobb császár, én nem létező csatornát promózom. Ennyi, Geci. Szóval. Hát az a helyzet egyébként, hogy nem nagyon, csak tényleg trash-t nézek. Úgyhogy ilyeneket tudok mondani. Figyeljetek, akkor Turbo Titán legyen az ő csatornája a leírásban. Hát most én nem tudom, ez a torkozás után azért vannak ellenérzéseik. Csak vajat evett. Csak vajat evett. Ja, az lehet. Jó. Hát ha tényleg vajat ettél, Turbo, de ne hazudjál, bazd meg, ha vajat ettél, akkor... Jaj, Geci, Istenem. Uff, na, hát most akkor ez a szegmens is megvolt. Vége van sajnos ennek a kibaszott adásnak. Wow, José, köszönjük szépen, nagyon-nagyon-nagyon aktív tagja voltál ennek a aktív részvevője voltál ennek a podcastnak. Ja. Köszönöm, hogy meghívtad. Hát, Geci, hát bármikor figyelj, hogyha eljössz, megpróbáljuk összegyűjteni jövőre is azt a honoráriumot, amit kértél. hogyha úgy de van. Már így is úgy hívnak be ezek, hogy Persely atya. Nem fizettetek érte, bazd. Na jó van, a viccet félretéve, köszönjük szépen, hogy itt voltál, Zsuzsi. Kösz, hogy itt lehettem, szevasztok, és mindenkinek hello, és már. Wow, várjál, most jön még a nagyon awkward kiköszönés, figyelj. Szóval, van nekünk egy SoundCloud profilunk, ahol meg tudjátok ezeket hallgatni, illetve majd egy szörvét ki fogok tenni, srácok, hogy hol szeretnétek jobban hallgatni ezeket a podcastokat, mert akkor ráállunk arra, hogy olyan helyen hallgassátok, ahol jobban szeretitek, illetve az e-mail címben tudtok ugyanúgy küldeni számunkra ilyen szex dolgokat, meg minden, témajavaslat, meg stb. Én Bandai voltam, és én voltam Bandi. Köszönöm szépen a figyelmet, átadom Bánának a szót. Hát én is jól éreztem magam, így kora reggel, mondjuk én nem ittam sört, a hangulat az király volt. Bazd meg! Nekem még az se kellett, szóval, ja, örültem, és hát ne feljétek a legfontosabb dolgot, vigyátok magatokra, és vigyétek a ceteket. Na, csövike! Cső, pacsi! Szevasztok, csáó! Ha túl sok a kevés a tartalom.
Kérünk egy